Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Gyöngyösen is újra nyithatnak a sportpályák, illetve a sportcsarnokok. Május 4-i határozatában már a kormány megengedte, hogy lehessen újra sportolni. Nem csak a versenyzőknek, hanem a szabadidő és amatőr sportolóknak is megnyílt a lehetőség. Május 4-től lépnek hatályba a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos intézkedések. A rendelet értelmében sportrendezvény nézők nélkül zárt körülmények között az ország egész területén tartható. Megengedett a sportkörök és az amatőr, szabadidős és tömegsport céllal történő edzéseken való részvétel is. A verseny és a diáksport engedélyezett, ha a szervezők tudják biztosítani a zárt kapus feltételeket, azaz nézők nélkül lehet csak ilyen eseményeket bonyolítani. Az öltözők, az edzések utáni tisztálkodások és a tömegközlekedés használata nem ajánlott, ezeket mindenki oldja meg otthon, illetve egyéni közlekedés móddal. A hazai versenyrendszerek újraindításának módjáról a sportági szakszövetségek döntenek majd. Jelenleg a futball a legnagyobb kérdőjel, ahol Csányi Sándor, az MLS elnöke már jelezte, ha a kormány enyhítéseket vezet be, az NB1-es bajnokságot rövid időn belül újraindítják. Ennek aktív részese a gyöngyösi Farkas Ádám profi játékvezető is, aki az első perctől kezdve egyéni edzéstervvel igyekezett formában tartani magát, hogy bármikor bevethető legyen, ha a lehetőség úgy hozza. Próbáljuk magunkat karban tartani, úgyhogy nem álltunk le az edzésekkel. Kicsit más körülmények között az adott helyzet miatt, de próbáljuk formában tartani magunkat. Ugye téged láthatnak nagyon sokan edzeni egyedül a gyöngyösi sportpályákon. Hogy kell ezt elképzelni? Továbbra is a saját magad programja szerint dolgozol, vagy azért kapsz központilag is végrehajtandó feladatsorokat? Kapunk természetesen továbbra is, hogy a kialakult helyzet előtt is edzésprogramot, és nyilvánvalóan a megváltozott körülményekhez is alkalmazkodnak ezek a tervek, akinek esetleg továbbra is rendelkezésre áll pálya, akinek már ez nem adott, ő pedig szerepre, tehát külön program van erdei futásra, úgyhogy igazából mindenki megtalálja a kiküldött edzéstervben a magának valót. A koronavírus járvány miatt Gyöngyösen gyakorlatilag március 16-ától minden sportlétesítmény bezárt, ami most 50 nap után újra kinyithat. A sportvezetők és a létesítményeket üzemeltető társaság gondos egyeztetése előzi meg az újrakezdés ütemét és a mikéntjét, akik ezúton is kérik a szülőket, legyenek belátással a kért szabályzókra, és fokozottan tegyenek meg mindent a jövőben is az egészség megőrzése érdekében. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége befejezetnek tekinti az NB1-es bajnokságon kívül valamennyi osztályban zajló küzdelmét. Így a Gyöngyösi Atlétikai Klub a labdarúgó NB3-ban a 11., míg az Energia SC Gyöngyös a 10. helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban. A Magyar Labdarúgó Szövetség május 4-én tartott elnökségi ülésén többek között döntött arról is, hogy befejezetnek tekinti az NB2, NB3-as és megyei bajnokságokat is. A hírnek talán csak 60-ban nem örültek, ugyanis a szövetség döntése a kieső helyen érte a Zagyaparti gárdát, így ők ősztől a megyei bajnokságban indulhatnak. A Gyak és az Eger a 11. és a 10. helyen zárta a bajnokságot, aminek most a közelmúlt történéseit látva a Gyöngyös örülhet jobban. A Zöld-Fehér Klub vezetői már valamit megéreztettek a jövővel kapcsolatosan, ugyanis már a kötelező licenszbeadáson is túl vannak. Sikerült minden olyan szükséges dokumentációt beadnunk az MLS felé, ami a licenszkérelem előír, tehát mi bizakodással tekintünk az elé, hogy úgy fog dönteni az MLS, hogy a Gyöngyösön továbbra is legyen NB3-as futballklub. Tehát részünkről, amit kellett, teljesítettünk. Mennyire sikerül egyben tartani a labdarúgó csapat játékos keretét, hiszen azt lehetett tudni, hogy télen egy jelentős változás volt, és mondjuk úgy, hogy elsődleges cél az volt, hogy benn maradjon a csapat az NB3-ban, és aztán majd nyáron úgymond újra gondolja a klubvezetés a jövőt. Ebben a szempontból kicsit szerencsés, ebben a szerencsétlenségben is szerencsés a helyzet, hogyha így kerül lezárásra a Barnis, akkor a Gyöngyös benn marad az NB3-ban. Én azt gondolom egyébként, hogy tavasszal azért sikerült úgy erősíteni, meg a vezetőedző, a stáb sikerült úgy összerázni a csapatot, hogy lebonyolításra került volna a bajnokság, akkor is benn maradtunk volna, vagy benn maradnánk, hogyha mégis lebonyolításra kerül.
Nyilván májusi hónap arról fog szólni, hogy le kell ülni a játékosokkal, de azért most nagyon nehéz a játékos piac, hiszen a játékosok 90%-a olyan munkai elfoglaltságot talált, ami szinte egésznapos időt vesz igénybe az életükbe, vissza kell majd rázódni. A Gyak játékos keretének és a vezetőedző szerződésének meghosszabbítására tehát lesz idő. A Gyöngyös továbbra is tagja marad a magyar bajnokság harmadik vonalának. A koronavírus okozta helyzetet reméljük sikerül majd a klubvezetésnek úgy a saját javára fordítania, hogy a jövőben hosszú távon új alapokon és stabilan számolhatnak a szurkolók is a csapattal az NB3-ban. A tégballozók is keresik a lehetőséget folyamatosan, hogy hogyan tartsák formában magukat. Most következő percekben ezt is megtudhatjuk, hogy milyen lépések következtek annak érdekében, hogy azért a tégballasztal ne maradjon örökre a sportpályán. A koronavírus miatt minden sportág igyekezett kitalálni létesítmény vagy eszköz hiányában, hogyan tudja magát formában tartani. A labdarúgás egyik oldalági legnépszerűbb ágát a tégball követőknek volt talán a legnehezebb dolga, asztal nélkül ugyanis képtelenség üzni ezt a fajta sportágat. Asztal közelébe ezen a héttel jutottunk, a elmúlt 5 hét során először, amióta ide került. Mennyire vártátok már ezt a lehetőséget, illetve próbáltok most csak saját keftelésből tégballozni, vagy esetleg már egy kicsit próbáltok szervezett dolgokat is belevinni? Először saját keftelésből, ahogy leszabadultunk az asztalhoz, ha szabad úgy fogalmazni. A Phoenix Akadémia Facebook oldalán, ugyanúgy, mint a Gyak honlapján, különböző feladatokkal lehet találkozni. Ott is vannak dekázással, a tagból a kapcsolat feladatokat. Azokat is próbáljuk itt az asztallal és az asztal nélküli feladatokat is megcsinálni, ezáltal fejlesztve és gyakorolni majd a leendő folytatásra. A sportpályáról ideiglenesen kihelyezett asztal nem csak a profi játékosoknak nyújtott jó lehetőséget, hanem már sikerült új követőket is toborozni a ház lakói közül. Ez a hely megfelelő volt, a hely lehetne kicsit nagyobb, de legalább fű van az asztal alatt és nem beton, ami egy nagyon jó előny. Sok ember elsétál az asztal környékén, de nincs csoportosulás természetesen. A tegnapi napon hoztam néhány brossúrát a tagból a kapcsolatba, és még vártam, hogy Zalán megjöjjön például, addig ki is osztottam 2, mert érdeklődtek, nézték az asztalt, és kis tájékoztatást tudtam adni, és kitettük a maradékot a házon belül, hogy itt ne lehessen további kérdésekkel akár fordulni, amikor játszunk. A tégball kedvelői és az érdeklődők május 4-től már újra a Kömlei Károly sporttelepen találkozhatnak az asztallal, amely értéke közel 1 millió forintot tesz ki. A sportpályák Gyöngyösön kinyitottak, így mindenki számára elérhető és kipróbálhatóvá válik ez a sportolási lehetőség is. A Gyöngyösi Atlétikai Klub felnőtt labdarúgó csapatában találtunk egy olyan futballistát, aki a koronavírus idején Magyarországra rekedt, ugyanis ő szerb származású, és szeretett volna hazatérni családjához, de a határzár már ezt nem tette lehetővé. A most következő percekben megtudhatjuk, hogy mi is történt pontosan. A koronavírus járvány sok embernek okozott nem várt kellemetlenséget. Volt, akit kevésbé, és volt, akit jelentősen megviselt a járvány hozta intézkedési sorozat. A Gyöngyösi Atlétikai Klub NB3-as felnőtt labdarúgói között volt olyan fiatal játékos, aki előtt az utolsó pillanatban zárták le a határokat, és így Magyarországon rekedt elzárva a családjától. A 20 éves Bartusz Dániel az Eger csapatából télen igazolt Gyöngyösre, és az utolsó SMTK elleni hivatalos bajnoki mérkőzés után szeretett volna hazautazni Szerbiába, ahol családja várta őt. Úgy volt terben, hogy az utolsó bajnoki meccs után hazamegyek Szerbiába, de végül Szerbiába elég komoly lett a helyzet a vírus miatt, és úgy döntöttek, hogy behoznak egy szükségállapotot, ezáltal lezárták a határokat, és senki sem mehetett be vissza az országba, úgyhogy kénytelen voltam itt maradni Gyöngyösen, és hát azóta ugye itt töltem a napokat, itt próbálok edzegetni, formában maradni. Dani miután visszatért Gyöngyösre, hamar segítő kezekre talált, Nagy György Gábor vette szárnyai alá és segítette a hétköznapokban. A fiatal tehetséges játékos egyetlen kapcsolati lehetősége a telefon maradt a Szerbiában élő szüleivel. Tartom a kapcsolatot, szinte minden nap beszélek a szüleimmel, és ugye tájékoztatom én is őket az itteni helyzetről, meg ők is engem az ottaniról. És hát minden nap én úgy telnek itt, hogy reggel felkelek, ugye elmegyek edzeni, ugye kapunk a
az edzőinktől egy programot, amit be kell tartani és elvégezni a gyakorlatokat. A Gyak család újra pozitívan vizsgázott emberségből, és elsősorban Nagy György Gábor és családjának köszönhetően remélhetőleg hosszú távon sikerült egy fiatal játékost a klub szorosabb kötelékébe vonni. A koronavírus időszakában úgy gondoljuk, örömmel adunk hírt ennek a szomorúan induló, de jó végkimenetelő történetnek is. Műsorunkat folytassuk a legjobbakkal, pontosabban a 2019 évben legjobb sportolói díjat átvevőkkel. A most következő percekben következzenek a díjazottak. Gyöngyösváros önkormányzata az elmúlt évek hagyományai alapján idén is átadta elismerő kitüntéseit az év sportolói, sportvezetője és csapatai kategóriában azon sportolóknak, akik a 2019-i évben kiemelkedő eredményükkel, szervező munkájukkal öregbítették a város hírnevét. A díjazottak között volt Kovács Zsófi is, aki edzőtáborozás miatt nem lehetett jelen az elismerést édesapja Kovács Endre vette át. Zsófi a saját útját járja, igazából Magyarországon sajnos nagyon minimálisat tartózkodik, de hát itt ahhoz, hogy a sportág élvonalában legyen, kellenek a külföldi edzőtáborok. Most éppen Ausztráliában van kint, utána hazajön egy rövid időre, majd utazik tovább Hongkongba, és hát beindul a tavaszi versenyszezon, ahol Új-Zélandba, Ausztráliába, Dél-Afrikába lesznek versenyek. Kovács Zsófi idén harmadik olimpiájára készül, melyet reméljük a nemzetközi versenyeken szerzett pontok alapján májusban már teljes biztonsággal tényként közölhetünk majd. Az év felnőtt férfi egyéni díjat ifjabb Roska László, szenior úszó vehette át, aki az elismeréssel járó pénzjutalmat jótékony célra ajánlotta föl. Belső indítatásból jött, úgy gondolom, hogy ez a pénzbeli jutalom nyilván fontos, de fontosabb volt számomra az, hogy megválasztottak, fontos volt számomra az, hogy eljöttem ide és átvettem ezt a szép vázát, illetve díszoklevelet, és emellett a pénzt annyira nem tartottam fontosnak. Persze a felkészülés, a versenyzés, a szállás, a nevezési díjak, ugye külföldön mind-mind annyi terhet rónak a sportolókra, de úgy gondolom, hogy mivel ezt a pénzt a városomtól kaptam, úgy éreztem jónak, hogy ott is helyezném el. És a Segíts, mert segítségre szorulok alapítványnak ajánlottam föl. Az eseményen díjat vehetett át az év utánpótlás sportolója kategóriában Deme Dorka, uszonyos úszó, Magda Boldizsár úszó. Szerintem a junior világbajnokságnak köszönhetem, hiszen az volt a legfontosabb verseny az előző szezonban. Idén lesz-e valami nagy kihívás? Lesz 2 vagy 3 világkupánk és egy Európa-bajnokságunk, ami ilyen fontosabb. Nagy megtiszteltetés nem csak Dorkának, hanem az egyesületnek is. Megérdemelten kapta meg az eredményei és a teljesítménye alapján, főleg úgy, hogy ugye 2 éve már világversenyen részt vesz, tehát hozza az eredményeket. Én nagyon merem remélni, hogy a tavalyi csak egy átlagos év volt, jobb, mint az előző, és rosszabb, mint a következő. Nagyon remélem, hogy ebben az évben előrébb tud lépni. Az OB-t nézve ilyen OB még sosem volt, tehát ott a mell helyett pillangó lettem dobogós, és ugye ott sikerült a legtöbbet javítani 4 gyorson, annak nagyon örültem. A 100 és az 50 méter gyorsúszás az fájt a legjobban, és a 200 méter gyorsúszás volt a közepes. Elég eredményes évent vagyunk túl. Nagyon jól sikerült a múlt évünk. Boldizsár ugye 4 magyar bajnoki címet szerzett 50, 100, 200, 400 gyorson. Mellen is, háton is azért fel tudott férni a dobogóra. Itt évközben 9-szer úszott országos csúcsot. Decemberben pedig a felnőtt országos bajnokságon is, rövidpályás országos bajnokságon is el tudott indulni, ahol meglepetésemre is ott is 4 országos csúcsot úszott, és 200 méter hátán is ő lett a országos csúcstartó. Az utánpótlás csapat kategóriában a Kálváriaparti Általános Iskola lány labdarúgó csapata vehette át az elismerést. Az eseményen díjat vehetett át többek között az év felnőtt csapata kategóriában a Hedó Bébron Gyöngyös férfi kézilabda csapata, és az év sportvezetője kategóriában Belkovics Béla sportvezető. Az év Heves megye sportolója díját vehette át többek között
a gyöngyösi Cene Gábor parasportoló, aki az elmúlt évben a triatlon sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Gábor 15 évvel ezelőtt egy motorbaleset következtében elvesztette alsó lábszárát. A fiatalember néhány év elteltével új célokat tűzött ki maga elé, melynek eredményeként az elmúlt évben már a nemzetközi porondon is szép sikereket ért el a triatlonban, a parasportoló kategóriában. Sok verseny volt, hogy akvatlan, duatlon verseny, triatlon, országos bajnokság. A legnagyobb, amire gondolom utalsz, az a Romániában lévő, Marosvásárhelyen lévő Európa-bajnokság, ahol nem is a triatlon volt az érdekes, hanem hogy terep triatlonon is, úgymond cross triatlonon is, terep duatlonon is kipróbáltam magam. Az nagyon messze esett a határaimtól, hogy olyan terepeken tudtam legyőzni magam, és olyan eredményt elérni, amin én is csodálkoztam, hogy az egy jó érzés volt. Gábor az idejében is sok versenyen szeretne elindulni, és céljai között szerepel újabb egyéni és nemzetközi csúcsok megdöntése is. Olasz bajnokságba szeretnék elindulni, jó pár versenyen, illetve világkupák lesznek, főleg az év második felébe, illetve van egy téli triatlon, ami egy különlegesség, arról még nem szeretnék beszélni, mert még az edzés lehetősége nem olyan egyszerű így hó nélkül, de abba szeretném kipróbálni magam, az egy nagyon izgalmas dolog lesz szerintem mindenkinek. A sportoló nem csak a terepen alkott, hanem munkahelyén is alapított egy sportegyesületet, melyet ma már országosan is ismernek. Gábor ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik a sport és a magánéletben is segítettek ebben a szép eredmény és a szép kitüntetés elérésében. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket a Mátori Erőmű Akrobatikus Országos Rock'n'Roll versenyről. És ebben a pillanatban a szombat esti döntő kezdődik, és már is a zsűri tagjait fogják hamarosan bemutatni, már el is kezdődött ez a folyamat. Úgy láttam, hogy egy kicsit a zsűri tagjai félénkek, de remélem, hogy a mellettem ülő Rafa Zsófia nem annyira félénk, hiszen ma este az övé lesz a főszerep szakkommentátorként. Köszöntelek, Zsófi! Ugye te a Fortuna felnőtt formációjának vagy a tagja, illetve hát most már azt mondhatjuk, hogy jó néhány éve űzöd ezt a sportágat. Jól gondolom, vagy helyesen konferáltalok fel? Igen, jól gondolod, 15 éve űzöm ezt a sportágat, a csapat oszlopos tagjaként. És az életem részévé vált 15 éve ez a sportág, nagyon nehézen tudnak majd tőle elszakadni. Hogy látod a mai nap, ugye már javába letáncolta mindenki a programját, elvileg hamarosan a legjobbakat fogjuk itt közvetíteni a televízió segítségével. Milyen volt ez a mai versenynap eddig? Eddig nagyon jól ment minden, nagyon simulékonyan ment minden. Tényleg a legjobbak vannak a döntőben, nagyon erősek a mezőny, nagyon erős a mezőny, és a gyöngyösi lányok nagyon szépen szerepeltek, ezután egy páros lesz még a döntőben, és egy csiden nagy formáció. No hát akkor hamarosan a kedves nézők is láthatják majd, és ha minden igaz, a csiden nagy formáció mutatja majd meg az első fellépését. Balog Zoltán műsorvezető fel is konferálja az első versenycsapatot, illetve hát a zsűrinek még a megfelelő helyre kell beülnie. Ugye formációnál lényeges, hogy nem a zsűri asztalnál ülnek, bizonyára kedves nézők látnak itt a közvetlen táncparket oldalán nagy fehér asztalokat székekkel. Ez megszokott, tehát ez a normál, hogy egy ilyen esetben nem az asztal mellett ül a zsűri? Igen, ez a párosoknál szokott csak előfordulni, hogy a zsűri az asztal mögött ül, mivel a párosoknál nincsenek térformák, viszont a kis és nagy formációknál nagyon fontosak az alakzatok és a térformák, ezért fölülről nézi a zsűri, hogy ezt is le tudja pontozni megfelelő módon. Itt a bemutatkozásod előtt mi már beszélgettünk, és ugye elárultad, hogy te egy nagy formációnak vagy a tagja. Mennyire nehéz együtt mozogni, együtt táncolni, mennyi idő kell ahhoz, hogy valóban egy egységes mozgáskultúra alakuljon ki, illetve ti valaha is visszanézitek el magatokat mondjuk föntről, hogy lássátok, hogy esetleg kihibázik véletlenül? Azt gondolom, hogy talán a legnehezebb az egész sportágban 16-an egyszerre mozogni. Nagyon fontos a szinkron, sőt a legfontosabb az, hogy minden mozdulat pontosan egyforma legyen, és ezen rengeteget dolgozunk,
több év, hogy egy koreográfiát pontosan el tudjunk sajátítani, hogy mindenkinek pontosan ugyanúgy álljon a keze, ugyanarra nézzen az a feje, és nagyon fontos, tényleg a legfontosabb a szinkron. A kedves nézőknek áruljuk el azt, hogy itt nézem a programfüzetet, hogy Children nagyformáció, Serdülő nagyformáció, mit jelentenek ezek a fogalmak tulajdonképpen? A Children és a Serdülő nemrég vált külön, eddig csak Children és Junior kategóriák voltak. Azért lett Serdülő kategória is, mert nagyon hirtelen váltás volt a Childrenből föl a Juniorba. Ez bocsáss meg, hogy szabad válok, ez azt jelenti, hogy bizonyos korhoz van kötve, vagy pedig valami tudáshoz? Így van, ez csak is korhoz van kötve. A Childrenek 10-11 éves korig vannak, a Serdülő 12-13 éves korig, és 13-14, pedig 15 a Junior formáció. Értem. Akkor ugye, amit említettünk, hamarosan majd a Children nagy formáció következik. Köszönöm szépen Balogh Zoltánnak. És milyen a mezőny, a döntő mezőny? Ugye van benne Gyöngyös, ezt már elárultad. Többnyire honnét érkeztek a csapatok, akik bejutottak ide a végső fináléba? Elárulom, hogy a hét döntős formáció közül mindenki budapesti, csak a gyöngyösi lányok kerültek be a vidékiek közül. Szerintem ez nagyon nagy szó. Egyébként ez ennyire főváros centrikus, vagy pedig azért van nagyon sok jó vidéki fellegvár? Nagyon budapest centrikus, igen, jól gondolod. Viszont vannak erős vidéki egyesületek köztünk. Talán azt tudnám mondani, hogy a Fortuna az egyik legerősebb vidéki csapat. Na nézzük akkor az első fellépést a mai döntőnek. Hát a ruháról beszéljünk valamit, mert én talán arról el tudom mondani, hogy zöld és ezüstben lát, pompáznak a lányok. Mennyire egységes, mennyire új ez a szerelésük és a mozgásukat, hogy látod? Eddig nagyon tetszik. A csapat neve Zürmanók. Ez elárulja egy kicsit a ruhát, hogy miért ilyen. Itt a vállukon láthatjuk azt a kis akármit, nem is tudomének mondjam. Eddig tetszik a lányoknak a mozgás, nagyon szépen egyszerre van. Egyébként ők is egy budapesti egyesület. Az lényeges, hogy például ki milyen magas, úgy kerül be a csapatba bizonyos pozícióba, hogy hogy néz ez ki? Igen, ez nagyon sok egyesületnél ki vannak válogatva. Szóval ahol van rengeteg ember, ott ki tudják válogatni, hogy kik azok a lányok, akik beillenek a csapatba, testalkatilag is. Sajnos ez nálunk nem működik, de azért nem, mert nem is vagyunk olyan sokan, meg nem is vagyunk olyan beállítottságúak, hogy valakinek azt mondjuk, hogy te nem jöhetsz, mert alacsony vagy kicsit. Mennyire kell bírni szuflával? Van-e kötelező időprogram, hogy ki kell tölteni? Igen, minden kategóriánál más ez az időkeret. A Childreneknél a legrövidebb, ők a legkisebbek, ugye ők bírják a hónapot, talán még a legkevésbé. Vannak kötelező elemei a táncoknak, viszont most jön a Gyöngyösi Rock'n'Roll Children nagyformáció, nézzük őket! Hát akkor azt gondolom, hogy ezt majd utána értékeljük, elég nagy lesz a hangzavar, én azt hiszem, hogy a helyieket nyilvánvalóan mindenki sokan fogja majd biztatni. Jó sokan vannak azért a lányok, úgy látom, és nagyon csinos ruhába érkeztek. Na nézzük akkor a Gyöngyösi Fortuna Rock'n'Roll Children formációját. Aztán majd Zsófival a végén értékelünk. I'm
Na hát, elsőre milyen volt? Nem is tudok szóhoz jutni, olyan volt. A lányoktól talán ez az eddig legjobb tánc, amit én láttam, főleg így fentről. Csillogtak, villogtak, élvezték, nagyon tetszett nekem. Szerintem én garantálnám a dobogót. Nagyon bízunk benne. Én nekem az is tetszett, hogy nem láttam, nekem lehet, hogy elfogott vagyok, nem láttam hibát benne. Én amit kérdezni szeretnék még, hogy mintha több zeneszám lenne összevágva, ez a normál, gondolom ebben a sportágban is. Így van, ez is egy plusz eleme az egésznek, színesíti, talán kevésbé unalmas, mint hogyha egy zene szólna végig. Lehet variálni a zenékkel, akármennyi zenét is beletehetünk. Épp most egy kukorékot hallunk. Igen, elég extrém módon kezdődik ez a Sunshine. Viszont reméljük, hogy annyira ügyesek nem lesznek, bár mindenkitől azt várhat, hogy a döntőben már azt hiszem, hogy a legjobbak kerülnek valóban. Mennyire múlik nüanszokon egy döntőbe kerülés? Tehát mennyire múlik egy-két apró pici hibán? Mik a határok? Pontosan egy-két apró pici hibán is múlik. Egyeneságon a döntőbe 3 vagy 4 csapat szokott bejutni. A reményfutamból viszont nagyon könnyű kikerülni. Egy apró pici mozdulat is kiviheti őket a reményfutamból, és akár nem is tudnak döntőbe kerülni. Most még a children kategóriából nézzük meg, hogy hányan lesznek, ha jól számolom, akkor még 5-en. Ugye velük együtt, és akkor hamarosan majd meglátjuk, hogy hogyan is tudtak szerepelni a gyöngyösi fiatalok. Egyelőre az eredményhirdetés előtt azonban még majd egyszer visszajövünk, a kedves nézők láthatják a B kategória láttechnikáját, de ők már azt hiszem, hogy párosok lesznek, ugye? Így van, párosok lesznek. Az egyik csúcs kategória a párosban, a B kategória. Rengeteg akrobatikával van tartítva a koreográfiájuk, külön lábtechnika soruk is van, és az egyik csúcs kategória Magyarországon. Ezen kívül már csak az A kategória van, amikor már szaltókat csinálnak a levegőben a lányok, de ez is egy nagyon-nagyon kemény kategória, és így tudunk majd egy gyöngyösi párost is felkonferálni, akik jelenleg első helyen állnak, és még meg is érzik ezt az első helyet.